Az illata nagyon kellemes, nagyon jó volt. Az íze, kicsit pezsgős, ez a gyümölcsös is, ez teljesen kijött belőle. Ez nagyon finom sör. Kitűnő. Még a színe is jó. Ez egy nagyon, nagyon karakteres és erőteljes ízvilágú gyümölcsör. Ezek az első benyomások a 60 és Sárfőzde legújabb söréről, a Meggyes serről. Hivatalosan ma délelőtt mutatták be a gyümölcsört, ahol Lestján Balázs felidézte, hogy 2014 óta készítenek kézműves sert 60-ban. Az alpolgármester úgy fogalmazott, a 60-i sert története sikertörténet, amit mindenképpen folytatni kell. Most pedig itt a folytatás. A barna, a búza és a világos mellé itt egy lágyabb, édesebb, mégis savanykás sör, ami erőben is helyén van, ugyanis 4,6%-os alkoholtartalommal rendelkezik. Márkus Marian elmondta, nagyon sok visszajelzést kaptak, hogy szeretik a söreiket, de nagy igény merült fel arra, hogy gyümölcsös sört is készítsenek. Tavalyi évben több alkalommal települtünk ki a városi rendezvényeken, és itt merült fel a látogatókban és a lakosságban az igény arra, hogy egy gyümölcsös ízű sör is legyen a 60-i Sárfőzdében. És akkor gondolkoztunk, megkérdeztük az embereket, hogy mi az, amit szeretnének. Legtöbben meccsört szerettek volna inni, és akkor utána jártunk, beszéltünk a serfőzőmesterrel, és így alakult ki a ma bemutatott 60-i meccsör. A Meggyes sert már a Tuning Fesztiválon és május 1-én is ki lehet próbálni, szerdától pedig bárki megvásárolhatja a 60-i serfőzdében. Egyelőre csak csapolt formában, pohárban kapható. Az ára megegyezik a többi 60-i termékével, 350 forintba kerül.